Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, régi barátok és ismerősök, és most megismert kedves testvérek. Ha emberi életet veszünk alapul, akkor a Szentírás szava szerint már a 80 év csak az erőseké. De egy templom életében a 80 esztendő bár jelentős, de az óriási nagy régi katedrálisokhoz képest még mindig fiatalnak mondható. Ennek ellenére már ez a templom is múltat idéz, és azért is fontosnak tartom, hogy ahova járnak az Erzsébet pacsirta telepi kedves testvérek, múltjában is ismerjék meg ezt a templomot. Jól lehet, hallottam, hogy még előadás is volt róla itt a közelmúltban, de talán tudok még olyasmit mondani, amit nem lehet könyvekből ismerni. Én is úgy tudom, hogy az itt eltelt 6 év alatt még találkoztam olyanokkal, akik a templom építkezésében is részt vettek, és azon idős papokkal, akik ismerték azt a nemzedéket, ugyanis ez a terület akkoron, még 93-ig a Váci Egyház megyéhez tartozott. Vissza kell menni 100 évre itt a templom parkjában ez a szobor élteti és megemlékezik az első világháborúnak a hőseiről, holott ezt a szobrot akkor állították, amikor az első halottja lett a valamelyik erdélyi vagy fölvidéki visszacsatolásnak 38-39-ben. Az első világháború méretetlen pusztulása után az ország csonkítása Trianonnal egy mélységes, nagy elkeseredettségbe vitte ezt az országot és ezt a népet. Közben volt még a kommunis, és itt Erzsébetet rövid időre Lenin városnak hívták. Az az időszak az volt, amikor a külvárosokba feljövő nincstelenek, munkanélküliek minden szempontból szegények voltak, még hídben is. Mert az emberek, lakosoknak 80%-a már akkor sem járt templomba. És volt a Váci Egyház megyének egy nagyon nagy lelkipásztori alkató püspöke, Hanauer Árpád, aki azt mondotta, hogy a templomok építésével meg kell erősíteni a keresztények és a katolikusoknak a hitét. És a külvárosokat, ahogy a tanyákat is, templom építésre késztette, és nagyban elősegítette Klebensberg Kuno kultuszminiszterrel együtt. És úgy találták, hogy az Erzsébethöz tartozó területeket, amelyek pusztaságok voltak, itt valamikor tó is volt, föltöltötték, és egyre többen költöztek be egyszerű házakba, építenek egy olyan templomot, ami időtálló lesz. Abban az időben nem volt kiforrott templomi stílusépítés, mert a régieket utánozták, de még az új nem született meg. Az ugye az 50-es években francia építéssel, Le Corbusier-val kezdődött. És ezért is, ha ezt a templomot megnézzük, nagyon hasonlít egy gótikus katedrálisra, neogót stílusú, és akkor egy helyi építést
bizonyos Lipót Hermant bíztak meg, hogy készíts el a terveket, és indítsák el a templom kivitelezését. És ezt a fő plébániáról onnét figyelték az akkori káplának, a szombati, a Vajnand atya, de legfőképpen egy nagyon nagy formátumú, művészeteket kiválóan értő, Sorbonon tanult, és nagy művészet értő Décsei Géza végezte és irányította. Rettentő mód meghurcolták a háború után. Nagyon sok szörnyűség történt vele. Egy olyan emberrel, aki az erzsébeti templom festését is Nagy Sándorval való barátsága révén elindította. Ugyanis akkorra megszűnt már a híres nagybányai iskola, ahol festőink nevelődtek, volt a gödöllői, és onnét hívta azt a Nagy Sándort, aki Párizsban is tanult, és nagyon tetszett neki a francia gótika, és ha valaki a párizsi híres Saint-Chapelle kápolnába jár, akkor valamiképpen eszébe üt a pacsirta templomi üvegablakoknak a sora. Mert ez egy valóságos szegények bibliája, Biblia pauperum, mint ahogy régen mondták, és ő megtervezi Nagy Sándor az üvegablakokat, akárcsak festi a gyönyörű szép templom festményeket az erzsébeti templomban. És hát emlékezzünk meg még a kivitelezőről is, egy Johann Hugo nevű ember volt, aki az üvegablakokat legyártotta. Amikor itt voltam káplán, Londonból, nem a brit is, most nevét nem tudom annak a múzeumnak, a vezetője itt járt, és fényképezte ezeket az üvegablakokat. Ott tudtak róla, hogy itt ilyen csodálatos, szép, gyönyörű, szép üvegablakok vannak, amelyek, ahogy említettem is, az egész üdvösség történetet, és hát itt a magyarok nagyasszonyát és a magyar szenteket ábrázolják. 30-tól 36-ig épült alapjaiban a templom, és akkor a Haner püspök úr, ahogy hallhattuk is, 36 októberében, október 8-a, az egyben magyarok nagyasszonya is, és ahogy annak idején a gyerekeknek prédikáltam ezen az ünnepen, itt, amikor mi ünnepeljük magyarok nagyasszonyát, akkor egyszerre születés és névnapja van a templomnak, mert akkor szentelték föl, és hát a névnapja, a magyarok nagyasszonya is akkor van. Mondottam nekik majdnem olyan, mintha valaki december 6-án születik és Miklósra keresztelik. Hát elkezdődött itt az élet, az akkori nehéz Trianon utáni háborút megelőző években, de mégis megvolt a nagy igyekvés és élni akarás, és sok dolog tanúskodik akkor, hogy elindult az egyesületi élet, elindult az egyházközségnek a szervezése. A híveknek jó része úgynevezett uncsaházakban, ilyen állam által épített szegény emberek házai voltak, de megvolt bennük egyre jobban, akik ide tartoztak, az elköteleződés és az egyház és a templomnak a szeretete. Egy nagyon jó plébános, a Bence Lajos került ide elég hosszú időkre, mint egy 61-ig, utána egy kisebb idő telt el, amikor Kovács Lajos volt a plébános, utána pedig az én egykori plébánosom, Süle András. És jöttek a háborús évek, a háború végén súlyos
megrongálás érte a templomot, és az oroszok kibérelték a tornyot ilyen géppuskafészeknek. Még az én időmben is találtunk ott még orosz katonai sapkát is fönt a toronyban. Sőt, 1956 a földrengés is sújtotta, és a forradalomnak, szabadságharcnak valamiképpen itt csapódott le az áldozata. Hiszen a jutadomnál nagyon sok fiatal meghalt, és az akkori plébános temette el. Két hét alatt, én már nem emlékszem rá pontosan, de valami 40, valamennyi fiatal temetett el, haslövés, fejlövés, ez van beírva az egykori halottak anyakönyvébe. És amikor a forradalomra megemlékezhettünk már legálisan a rendszerváltás idején, 89-ben, itt egy nagy ünnepet tartottunk a temetőben, de hogy éberek voltak még akkor is a rendszer védelmezői, támaszai, utóbb megtudtam, hogy már másnap a belügyminisztériumba beküldték azt a beszédet, amit én ott mondtam. És hát múlt az idő, én elkerültem innét a rendszerváltás idején, és utána már csak híreket hallottam arról, hogy vajon mi is van itt. De hát még sok mindent kellett szépíteni, magát a gyönyörű szép templomfestést egy hölgy kezdte el, bizonyos Vandrák Irén, majd pedig folytatták halála után, Kopp Judit készítette, az már egész későn volt, a gyönyörű szép stációkat, és a szentély kiképzése, hát a Máriahegyi Jánosra maradt, és én nagyon szerettem ennél az oltárnál misézni, mert az oltárkőbe Szent Justinnak és Szent Celestinnek az erekéje van. Szent Justin az a keresztény filozófus, aki 155-ben halt vértanú halált. 11. Pius pápa egy nagy erekét, a fej erekét adományozta Hanaer püspök úrnak, és ő az újonnan épült templomnak idett a oltár erekébe. És ugye teljes konszekrálása pedig 54-ben, Szűz Mária évében, az pont 100 évre volt arra az időre, hogy a szeplőtelen fogantatás hittételét kiirdették, akkor Kovács Vince konszekrálta, fölszentelte, hiszen az akkori váci püspök házi őrizetben volt helyszín. Maga ez a templom is létével, múltjával sok mindent őriz, ami nehéz 20. századunkból, és emlékeztet bennünket arra, hogy a történelemben velünk lévő Isten az ilyen kőbe épített házal is mutatja, hogy jelen van. Mert a pacsirtai templomnak a tornyát már messziről láthatjuk, elmúltak rendszerek, elmúlnak emberi életek. Ez a templom mutatja, hogy az Isten dicsőségére, az egyháznak a szolgálatára építették egykor eleink. Magyarok nagyasszonya, az a kedves ünnepünk, amikor az összmagyarság szerte a világon, hiszen ezt csak mi ünnepeljük, arra gondol, hogy Szűz Mária velünk volt a történelem folyamán, Szent István király felajánlása óta, annyi vészen, viharon keresztül. És ezért is számunkra a Mária tisztelet, az valamiképpen több, mint a
többi nemzeti, bár ők is nagyon tisztelik a szűzanyát, azt mondják, hogy Santa Mária, Szent Mária, de mi azt mondjuk, magyarok nagyasszonya. Ebben benne van valami családiasság is, benne van a nemzet, benne van az a nagy tisztelet, amit a nagyasszony szóval, az úrnő szóval kifejezünk. Mert mi valamennyien Mária pártfogása alá helyeztettünk Szent István király óta. És ez a templom is ennek a bizonyítéka, hogy mi ebben a Szűz Mária tiszteletben, amely mindig közelebb visz bennünket Jézus Krisztushoz, nem elválaszt, hanem közelebb visz, szeretnénk élni, és szeretnénk az egyháznak, az Isten országának tagjaivá lenni. 80 esztendő a hálára, a köszönetre is fordítja szívünket, mert a hála a szív emlékezése. Köszönetet mondunk először is a Jóistennek, hogy megőrizte ezt a templomot, köszönetet mondunk a magyarok nagyasszonyának, és mindazoknak, akik munkájukkal, fáradozásukkal a templomot őrizték, és most időről időre idejöve imádságukkal, a szentmisén való részvételükkel, mint egy tovább építve az egyház élő templomát, itt vannak, itt erőt merítenek, és úgy akarják élni hétköznapjaikat. Ez az ünnep a jövőbe is kell, hogy mutasson. Mert nem csak múltunk van nekünk, ebben komolyan hiszünk és remélünk. Amikor 2000-ben az egész magyar kereszténység ünnepelt 1000 éves államiságunkat és a 2000 éves kereszténységünket, akkor a püspöki kar jelmondatot keresett. Én már akkor tagja voltam, és azt ajánlottam, hogy vegyük, nem mondtuk, hogy a Pilinszkitől, hanem Pilinszki Jánostól vegyük azt, hogy múltunk a mi reményünk. Ez Pilinszki írja, és ez egy nagy mondat, mert az 1000 év a garancia, hogy lesz jövőnk is, és reménykedhetünk. Mert nem arról van szó, hogy ilyen történelem nélküli, megalapozatlan ígéreteknek a fundamentumára építünk. Hát minden rendszer összeomlott már itt környezetünkbe, de a Szent István alapította Magyarország és egyház megmaradt. A múltunk, ami reményünk, hogy 1000 éven át segített bennünket, Szűz Mária pártfogása mindig velünk volt. Végig lehetne gondolni, de arra kevés az idő, hogy hányféle formában mutatkozott meg a Mária tisztelet a magyarság körében, örömében és bánatában. De megmaradt. És ma is meg kell, hogy legyen, és hála Istennek, hogy azt tapasztalom, hogy újabban még a protestáns keresztényekben is, protestáns testvérekben is, már valamiféleképpen van egy ilyen Szűz Mária felé való megnyílás, hát gondoljunk egy Csíksomlyóra. Nem mindenki katolik is, aki ott van, és mégis mennek. Mert érzik azt, hogy ott van az összmagyarságnak a legnagyobb találkozója mostanság. És függetlenül attól, hogy katolikus, református, evangélikus valaki,
Valahol úgy ott érzi magát jól. Már ez is egy mai napig is élő bizonyítéka annak, hogy mennyire összetart bennünket a Szűzmária tisztelet. Mert semmi ehhez hasonló, hogy így mondjam, nagy rendezvény nincsen, ahol így együtt lenne éppen a magyarság és kereszténységtől indítatva ez a nemzet. Hát ugyanígy itt is, a Pesterzsébet Pacsirta telepi templomban ezt kell átgondolnunk, ezt kell tovább építenünk, hogy ez egy olyan templom, ami a viszontagságokon át is megmaradt, és ez a templom össze akarja fogni az itt élő katolikus keresztényeket, és milyen jó, hogy ebbe a látótávolságba van egy másik Mária templomunk, a híres Fatimai templom, ami ismét csak egy jövendőlésnek a beteljesítését hozza, mármint, hogy a kommunizmus rabigájából föl fogunk szabadulni, és az is megtörtént. Tehát itt a múlt, a jelen és a jövő nagyon együtt van. Adjunk hálát ebben a Szentmisében, és kérjük a mi nagyasszonyunkat, Szűz Máriát, hogy legyen a mi égi anyánk is, és örökkösen figyelmeztessen bennünket arra, amit a kánai menyegző mondott, hogy tegyétek, amit Jézus mond, és ugyanakkor értünk, családjainkért, egyházközségünkért és nemzetünkért járjon közbe a mi Urunknál, Jézus Krisztusnál. Amen.